Sziasztok, én Elek, Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon, köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. El is érkeztünk a Garten of Bamben nevezetű játékunk folytatásához. Ez már a negyedik rész, szóval hogyha esetleg valakinek kimaradt volna valamelyik, mindenféleképpen pótolja, ugyanis brutálisan nagy fordulatok, meg események vannak ám itt az elátkozott oviba, és részről részre több mindent tudunk meg erről az egészről. Hogyha örültek a folytatásnak, akkor mindenféleképpen már most csapassatok egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Hogyha pedig esetleg valaki még nem iratkozott volna fel, mégis mire vár, amikor durvább gémeket pörgetünk itt a Gameplay csatornámon. Az előző részt ott hagytuk ugye abba, hogy nem sikerült a madárfiókákat rendesen a helyre rakni, és az anyjuk nagyon is megijesztett minket. Videón kívül eljutottam ismételten ide, és most nagyon úgy néz ki, hogy sikeresen megoldottuk ezt a feladatot is. Az volt a probléma, hogy nem bújtam el az előző részünk végén. Azt csináltam, hogy oda bebújtam a sarokba, és így nem kapott el minket. Na de megnyílt nekünk ez! Az előző részünkben toltam is, hogy full olyan, minthogyha... Hagyj már békén! Megmozdultam, tesó, nem szabadott volna megmozdulni. Léci, mondd azt, hogy nem legesleg előről kell kezdeni a madárfiókás részt is. Ha igen, akkor én nagyon ideges leszek. Kérlek szépen. Mert úgy van, hogyha a csigának a szemei így vannak, akkor nem szabad megmozdulni. Hogyha pedig így, hál' Istennek, hogy van itt checkpoint. Szóval, hogyha pedig... így elnéznek oldalra, akkor mehetünk. Szóval most meg kell várnunk, hello, hogy brutálisan közel jöjjön hozzánk, és most ameddig így nézett szét, addig nem lát minket, mivel hát nem véletlenül egy csiga, és ilyenek a szemei. Annyira, de annyira rossz érzetem van ettől a szörnytől. De most miért haltunk meg? Az előbb, amikor elnézett, így lehetséges, hogy nem haladtam eleget előre? Mivel hátrafele néztem, és ameddig hátra néztem, nem előre mentem? Szerintem az volt itt a baj. Na de próbálok én teljesen higgadt maradni, és egyáltalán nem idegeskedni. Próbálkozzunk is meg vele még egyszer. Nem fogsz elkapni. Kedves elátkozott csiga. Én most nagyon is el fogok menekülni előled, jó? Most, hogy ezt csinálja. Én futok! Nagyon is futok, itt sem vagyok! És nézzétek meg! Minthogyha... De nem már! Így bám, elsőre sem lehet, hanem meg kell állnunk és várnunk kell utána, hogy folyamatosan jöjjön felénk. Szóval ott azt az ajtót ki tudom nyitni, és akkor majd arrafele kell menekülnünk. Azért jó, hogy ezt kiderítettük. Kíváncsi lennék amúgy, hogy az átlag playerek hányszor szívnak egy ilyennel. Ugyanis bőven vannak nehéz részek a játékban, legalábbis számomra. Aztán lehetséges, hogy egy csomó ember így elsőre megoldja ezeket, de azt nem tudom egyébként, hogy mégis mikor kéne visszafordulnom, és a csiga... Aha, most indult el. Szerintem most... Nagyon, de nagyon jók vagyunk időzítés szempontjából. De mennyire nyomasztó, mert hogy folyamatosan közeledik és közeledik feléd, és hogyha... Aha, most néz el. Rosszul csinálod. Akkor nagyon is bedarál. Jó,
Most szerintem megvagyunk. És be is csukódott ez az ajtó. Szóval sikeresen elmenekültünk. A csiga elől. Meg nem olyan rég. A madár elől is. Meg Bambanilla elől is. Vagy Bamban, Lia, vagy bármi is a neve. Teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy velünk semmilyen szörny nem fog szórakozni. Elsőre ilyen spongybobos flash sem lett, nem tudom, hogy miért. De eléggé jól néz ki ez a rész. De én még most sem értem, hogy mégis egy óvodában miért vannak ilyen részek. De hát látjátok, egy elátkozott óvodában bármi megtörténhet, meg minden előfordulhat. Vannak itt random kagylók, amelyeket fel tudok venni, de ez mégis miért jó nekünk, hogy ezeket összegyűjtögetjük. Aha, van még ám itt is. Nem hinném, hogy ez az ovisoknak van. Hát konkrétan ágyuk vannak itt, meg minden. Életveszélyes ez a hely. Jó. Aha, itt is van még kagyló. És ide nekünk pedig egy küldetésünk van írva, hogy keressünk 8 kagylót, és amint azokat ide rakom, fogunk kapni egy kis ajándékot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nem már, hogy kell még 2. Fú, de nem szeretem ezeket. Itt van a 7. Na de hol van a 8? Az itt a kérdés. Ó, hát persze, hogy itt van. Azt hitte, hogy a bátyja elől el tud bújni. De hát előlünk senki sem tud. Meg előlünk senki sem tud elmenekülni sem. Jó, jöjjön is az utolsó. És akkor kinyílik ez a kincses ládánk. Ja nem. Hanem kinyílik a szekrényünk még hozzá egy zöld kazettával. Azt nézem egyébként, hogy itt a falon rengeteg piros gomb van, de hát az összeset takarja ez a szürke cucc, és nem tudom így benyomni őket. Na de várjatok, ide teleportáltatom a drónomat. Hogy mit csináltok? Most az ágyukkal le kell lövöldöznöm a gombokat? Ajaj! Ez nagyon, de nagyon... Várjatok! Reflex játék lesz. De hát eléggé lassú voltam most. Jó. Meg is van, és akkor folyamatosan fel kell vennem a tűzi játékot. Ja, hogy ez volt az első kör, és összesen 3 kör van. Aha. Indítottam is a másodikat. Aha. Felveszek közben még egy tűzi játékot. De nem tudok. Ja, de most már fel tudok. Összpontosítsunk. Most ezt az ágyút töltöm meg. Jó. És bám! Azt is ellőjük, és akkor még mindig van. Jó. Most ezt az ágyút töltjük. Na. Meg is van a második körünk. Pörögjön is akkor a harmadik és egyben utolsó körünk. Gondolom, hogy ez lesz a legdurvább. Aha, jó. Ezt az ágyút töltsük. Ez egyébként időre megy. Legelőször, mivel baromira lassú voltam, úgy tűnt nekem, hogy ez nem időre megy. Meg minthogyha lent is lettek volna ágyuk. Azokat is kell majd vajon használnunk? Jó. Ezt töltöm megint. Kezdek már egyébként szinte összezavarodni. De próbálok én azért
nagyon, de nagyon fókuszál itt a dolgokra. De nem már! Hát ezek szerint nagyon is időre megy. És gondolom, ez azért lett piros, mivel nem voltam eléggé gyors, és nem időben lőttem el. Na de most mindent beleadunk, és teljesen egyé válok az ágyukkal, meg a játékkal. Szerintem a sorrend amúgy. Aha. Már éppen mondani akartam, hogy mindig ugyanolyan. De lehet, hogy mégsem. De örülök, hogyha el tudom lőni, nem hogy még itt a sorrendet jegyezzem meg, meg minden. Az kéne még. De figyeljünk, ugyanis másodpercek alatt be kell töltenünk az ágyit, sőt, tized másodpercek alatt. Meg is lett, hát persze, hogy meg lett. Eléggé vibe-os amúgy. És van még? De nem már, hogy még mindig van? Pedig én úgy örültem, hogy csupán ennyi volt. És végre nem leszek ilyen full feszültségbe. De nem azt írta ott nekünk, hogy csak három kör van. Vagy a harmadik kör is három körből áll, vagy mi? Hát azt írja, hogy három kör van ott. Vagy a harmadik kör kajak három körből áll. Most folyamatosan elnézek, és nem tudom pontosan elolvasni, de nem is baj. Koncentráljunk inkább ide. Jó. A lenti gombok. De nem már! Ember! Pont most mondom, hogy a lenti gombok még nem villogtak. És nem jött össze. Hát ilyen hamar. Hogyan menjek le? Kezdhetjük ismételten újra ezt az egészet. Eskü nem leszek mindjárt. Nagyon, de nagyon ideges. Ja, várjatok most már megint. Lentre kell jönni, és akkor legalább csak a lenti gombos rész. Kezdődik újra. Vissza is jöttem. Már megint a lenti gombra kell menni. Jó. Töltsd be! Szuper! Léci, mondd azt, hogy ez volt az utolsó! És nem! Még mindig van! Nem tetszik nekem ez a játék. Így kettőnk között szólva. Vagyis pontosabban ez a része. És még mindig! Hát mi vagyok én, tesó? Egy kalóz? Jó. Töltsük most be ezt. Tökéletes. Hál' Istennek, hogy ennyi volt, és végre meglett. Na de mivel sikeresen teljesítettük, kinyílt nekünk ez az ajtónk. Mennyire beteg már, hogy itt van egy üvegfal, és akkor a nagyfejesek gondolom, innen figyelték fentről, hogy mégis mi történik ott. Ez valami teszt lehet? Na de van nekünk itt egy kék kazettánk, amelynek köszönhetően ezt a gombot be tudtam nyomni. De ez mégis miért volt jó nekem? Itt lent, hogyha jól láttam, nincsen ajtó. Szóval most akkor teljesen vissza kell mennünk oda, ahonnan elindultunk. Hát hirtelen más ötletem nincsen. Szóval próbáljuk ezt megvalósítani. Aha, a csiga már szerencsére eltűnt innen.
De azért jó lenne tudni, hogy mégis merre ment? Hát ez itt kék. És akkor ennek a kártyának a segítségével ki is tudjuk nyitni ezt az ajtót. Csű, haver! Mi ez a hely? Kajakra olyan pályák vannak ebben a játékban. Jó, azért nem teljesen, mint a Squid Game-ben, de nekem mindig olyan flash-em lesz tőlük. Nagyon komoly. Na de szerintem itt is van a megfelelő alkalom arra, hogy lezárjuk ezt a videót. Hát azért eleget szívtam a csigával, meg azzal az ágyus feladattal. Hogyha bejött nektek ez az egész, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot. És akkor hamarosan érkezek is a folytatással. Szerintem egyébként már nem lehet olyan sok ebből a gameből. Ott van minden lent a leírásban. Hogyha pedig esetleg valaki még nem nyomta volna be a csengőt, akkor mindenféleképpen tegye meg. Én Elekrobi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben. Addig is, szevasztok!